következő felsorolás beállítása. Hoppá. A felsorolás beállításában kétféleképpen járhatunk el. Az egyik az, hogy fogjuk magunkat, és ex-has a nekünk tetsző módon, ha nincs külön leírás, beállítjuk a felsorolásokat. Milyen a felsorolás jel, hogyan helyezkedik el a felsorolás szimbólum és a szöveg egymáshoz képest. A másik, amikor ilyen felemás helyzet áll elő, hogy megvan adva a sorszámozott listához egy-két adat. Például a számhelyzete, szöveghelyzete, illetve a betű mérete, mint olyan, megvan adva a felsoroláshoz. Na nézzük, hogyan kell ebből felsorolást csinálni. Az első, legfontosabb, hogy jelöljük ki azokat a bekezdéseket, amelyek a felsorolásban kellenek, hogy szerepeljenek. Ezek után, mivel ez egy számozott lista, ezért keressünk a listában egy nekünk megfelelő, vagy ebben az esetben ugye a római számokhoz megfelelő számozott listát. Ezek után az következik, hogy be kéne állítanunk a megfelelő úton, módon. Ez megtörténhet a vonalzóhoz is, vonalzón is kísérletezzetek, hogy gyakorlatilag hogyan is néz ki a mozgása a dolgoknak, hogyha változtattok a vonalzón az egyes dolgok helyzetén, például az első sor behúzáson, a függő behúzáson, vagy a bal és jobb oldali behúzáson együtt. Ott most vettem észre, hogy ez sor kizárt ez a bekezdés, hogy ott a vége szépen, ezek a felsorolások sor kizártak. No de, pontosan kell beállítani, akkor bizony szükségünk van arra, hogy ebbe bele tudjunk nyúlni, tehát új számformátum megadása. Hát nézzük meg, hogy hátra ez az. Ajjajjaj. Egyrészt az biztos, hogy itt be tudom állítani, hogy ne jobb zárt, hanem balra zárt legyen. Méghozzá azért, mert itt világosan látszik, hogy az 1, 2, 3 nem a jobb oldalával van egy vonalban, hanem a bal oldalával. Tehát ezt legalább itt megoldottam, a számformátum rendben van. Oké. De vajon a bekezdéshez tartozó dolgokat hol kell beállítanom? Hát valószínűleg itt. Nézzük meg, a baloldali behúzás 1 cm. Oké, ez prima. Tehát megvan az 1 cm-es számok behúzása. Nézzük meg akkor a bekezdésnél a függő behúzást, amelyikről azt mondta, hogy 2 cm. Wow. Ez is jó, csak hogy az első sor nem mozgott együtt vele, és ráadásul ez összesen 1 meg 2 lett, tehát akkor ez azt jelenti, hogy a bekezdésnél nem 2 a függő behúzás, csak 1 cm hozzá. Na így már egészen jól nézünk ki, de itt még mindig van egy kis gondunk. Ugyanis azt az aljas módot követte el itt nekem ez a szerkesztő, hogy ugyan ott látok egy tabulátor karaktert, de nincs hozzá tabulátor jel a vonalzón. Ezt úgy tudom megtenni, hogy például itt a hármasnál kattintok egyet a vonalzón, és ezáltal létrejön egy tabulátor jel, méghozzá baloldali tabulátor jel, és ez fogja meghatározni az első sor helyzetét. Ha én ezt pontosan megfogom, és ide húzom, ahol a függő behúzás van, akkor a második, harmadik, negyedik, stb. Sorok pontosan egy vonalba kerülnek az első sorra. És már szép is a felsorolásom. Hopp, nem egészen, úgy látom ott az első sor egy kicsit még beljebb van, mint a második sorok, és ráadásul az egész dőlt, tehát fogom ezt a tabulátor jelet egy fél centivel beljebb mozgatom, és mindent dőlté teszek.